Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 77. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, az Istenhez az én szómat. Kedves testvérek, ha valaki nem értesült volna, mondom, hogy a járványhelyzet miatti szigorítások okán egy éneklőverset éneklünk az Isten tisztelet elején, egyet a végén, közben pedig orgonamuzsika darabokat fogunk meghallgatni. Szigorúan kell vegyük az eddig, bár eddig is szigorúan vettük, de nagyon szigorúan kell vegyük az ülésrendet, a maszkviselést és minden egyebeket, illetőleg kérik, hogy ne érintkezzünk, kezet se fogjunk, ahogyan szoktunk végképp nem, de egyébként sem, sajnos a jelen helyzetben ezt így kell elfogadjuk. De hálás vagyok a mindenható Úristennek, hogy az Isten tiszteleteket tarthatjuk, és itt lehetünk, és meríthetünk együtt erőt, békét, vigaszt, mindjárt lelki szüksége szerint, ami Úrunk Istenünk gazdagságából. Isten igéje mondja, menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat neki, áldjátok az ő nevét, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Amen. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második leveléből olvasom. E levélnek 13. fejezetét, amely a mai új szövetségi ige szakaszunk, helyünkön ülve maradva hallgassuk ezt figyelmesen. Most harmadszor megyek hozzátok, két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Előre megmondtam, most is előre mondom, mint másodszori ott létemkor, és most távol létemben is azoknak, akik előzőleg vétkeztek, de a többieknek is. Ha még egyszer elmegyek, nem leszek kíméletes, minthogy annak bizonyítékát keresitek, hogy általam valóban a Krisztus szól, aki veletek szemben nem erőtlen, hanem hatalmas közöttetek. Mert ha meg is feszítetett erőtlenségből, él az Isten hatalmából. És ha mi erőtlenek vagyunk is ő benne, élni fogunk vele együtt az Isten hatalmából közöttetek. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. De remélem felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Imádkozunk az Istenhez, hogy semmi rosszat ne tegyetek, nem azért, hogy mi kipróbáltaknak mutatkozzunk, hanem azért, hogy a jót tegyétek, mi pedig, mintha nem volnánk kipróbáltak.
mert semmit sem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mert örülünk, ha mi erőtlenek vagyunk, ti pedig erősek vagytok. Könyörgünk a ti épülésetekért. Azért írom ezeket távol létemben, hogy ott létemkor ne kelljen keményen bánnom veletek, aszerint a hatalom szerint, amelyet az Úr nekem építésre és nem rombolásra adott. Végül, testvéreim, örüljetek! Állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Köszöntsétek egymást szent csókkal, köszöntenek titeket a szentek mind. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Emeljük szívünket az Úrhoz, értek fennállva együtt, imádkozzunk. Mennyei, édes Atyánk, irgalmas Istenünk, hozzád jöttünk ma is. Te tudod, hogy mekkora nagy szükségben vagyunk. Hálát adunk neked az elmúlt hét minden áldásáért és ajándékáért. Te tudod, hogy nagy veszteségünk is van, nagy fájdalmat, gyászt hordozunk szívünkben. És jöttünk ma is eléd, hogy te, aki közel jössz, vigasztalj, beszélj a lelkünkre, erősíts meg minket, valamiképpen vezess tovább az úton bennünket. Jöjj, ígéd és szent lelked végezze el munkáját bennünk. Hadd történjen szívünkben a csoda, hogy te itt vagy, munkálkodsz, alakítsz, formálsz, igazgatsz minket, és mi mehessünk tovább utunkon, szívünkben, a te gazdagságoddal. Könyörülj így rajtunk ma is, kérünk. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! A gyermekeket hívom, akik gyermekisten tiszteletre indulnak. Egy olyan történetről lesz ma szó, amikor Jákob nagyon-nagyon messzire elmegy idegenbe, és ott munkába áll és dolgozik. Szoktatok dolgozni néha? Erős bólogatás? Na, ez tetszik. De a munkájának nem akármilyen tétje volt. Valakiért dolgozott. Nem is kicsit, aztán még egyszer annyit. Na most már fölcsigáztalak benneteket? Tündi néni el fogja mondani nektek, hogy kiért, miért és hogyan, milyen szívvel dolgozott Jákob. Hallgassátok figyelmesen. Mi pedig az ige hallgatására készülve egy orgonadarabot, orgonmúzsikát hallgassuk meg együtt figyelmesen Nagy Gábor testvérünk szolgálatával, előadásával. Isten ígé...
Isten igéjét olvasom. Olvasom testvéreim, Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írott leveléből, a levél első fejezetének a második versét, ahol Isten igéje így szól. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mai napon eltérek a Biblia olvasó kalauztól egy kicsit, a Filippi levelet holnap fogjuk elkezdeni olvasni. A Biblia tudományban a Filippi levelet úgy szoktuk nevezni, hogy az öröm levele. Ha délután van annyi időtök, rászánásotok, vagy valamelyik este nem tart sokból, olvassátok el egy húzásra, és akár egy ceruzával kézbe jelöljétek be, hányszor van benne szó az örömről. Miközben azt is tudjuk, hogy Pál bilincsben írja ezt a levelét, és mégis az örömről, örömmel tud írni. A köszöntés, amit ide hoztam, visszatérő a páli levelekben, kegyelem nektek és békesség, jól ismerjük, hiszen az Isten tiszteleti rendünkben is ez a köszöntés, amivel köszönteni szoktunk benneteket. És én úgy éreztem, hogy mára ezt a két szót, két fogalmat, két gazdagságot, kegyelem és békesség, ezt kell idehozzam. Hiszen valamennyien éljük a mostani helyzet, kor, idő nagy bizonytalanságát, sokféle kétségét, talán félelmét is. Valamennyien látunk sokakat, és hallunk azokról, akik nem veszik komolyan, hogy veszélyhelyzet van vagy volna, vagy talán elégedetlenek vagyunk kormányzati intézkedésekkel, dolgokkal, vagy talán egyszerűen csak az a két nagyon nehéz dolog teszi különösen nehézé a helyzetünket. Az egyik, hogy senki nem tudja megmondani azt a határozott, bizonyos bármit, ami úgy mondanánk, hogy na ez a megoldás, és akkor tudjuk, hogy na, akkor innen kezdve minden rendben van. Másfelől ott van az a kétség is, hogy én is, szeretteim is sorra kerülhetünk a betegségben, sőt, nem csak a betegségben, meg is halhatunk. Igen. Ebben a helyzetben vagyunk, és nem lehet és nem szabad elbagatelizálni azt, hogy hát nem kell ezt olyan komolyan venni. Nagyon is komolyan kell venni. És ami köztünk történt, az végképp nagyon is erre figyelmeztet bennünket. Picit visszanyúlok a múltba, amikor gyermekfejjel történelemből tanultunk járványokról. Hát valahogy úgy voltunk vele, hogy az valahol a sötét középkor múlt történései. Ilyen ma már nincsen. A modern orvostudomány mindent orvosol. Nagyjából, mikor én voltam általános iskolás, az időtájt sikerült a himlőt megszüntetni. Jönnek sorra a betegségek, és itt minden betegség ma holnap meg fog szűnni, stb. Aztán talán kicsit később találkoztunk tanulmányainkban, olvasmányainkban még egy 20. századi járvánnyal, a spanyolnátha, ugye kb. 100 évvel ezelőtt. Na, még akkor az előfordulhatott, hát az akkori higiénés körülmények, na, csak-csak. Aztán itt ott egy-két olvasmányunkban, Gárdonyi láthatatlan ember, vagy ilyenekben, de hát ez mind-mind oly régen volt. Aztán megnéztünk egy-két jó amerikai hollywoodi katasztrófa filmet, ahol kitör a járvány, valami állat, majd bármi behozza, vagy jön az űrből, és mielőtt megsemmisítenénk az adott várost, az utolsó pillanatban megvan az ellenanyag, és akkor gyorsan megmentünk mindenkit. És arra is azt mondtuk, hogy különben is ez is csak film, nem kell komolyan venni. Csak egy 90 percet izgultunk, hogy az adrenalin szintünk a helyén legyen, és akkor megmenekültünk. És ma itt vagyunk egy világméretű járvány közepén, és érezzük a kicsinységünket, a tehetetlenségünket, az erőtlenségünket,
és teszünk föl kérdéseket, és nincsenek válaszok. És nem a középkorban vagyunk, nem száz évvel ezelőtti higiénés viszonyok között, és mégis, és nem egy filmszereplői vagyunk, itt vagyunk két lábbal ebben a világban, nagyon is stabilan két lábbal, talpon. Szembenézünk a törékenységünkkel, a sérülékenységünkkel, a múlandóságunkkal, és nem csoda, teljesen jogos, ha kérdések, kétségek, félelmek támadnak bennünk, mert Isten maga teremtett meg minket úgy, hogy a saját lelkét adta belénk, hogy érző, élő lélek legyen az emberben. Ez az Isten képűségünk része. De nem csak ennyi van, hanem az is, hogy mi keresztények vagyunk. Hogy mi Jézus Krisztus megváltottjai vagyunk. Hogy mi Istennek gyermekei vagyunk. És nem csak azon az alapon, hogy Isten teremtett minket, hanem azon is, hogy én ezt elfogadtam. Hogy nem csak vagyok, hanem Isten teremtése vagyok. És nem csak teremtése, de Isten megváltott teremtése vagyok, aki tudja, hogy itt élek ebben a világban, de várom Krisztus eljövetelével azt az eljövendő világot, amelyben már nincsen gyász, halál, jajkiáltás vagy fájdalom, mert íme ezek mind, mint az első világ részei elmúltak. Ezért nagyon fontos, hogy olvassuk az ígét, Isten ígéjét napról napra. Csak akár egyetlen verset, egyetlen mondatot is napi erőforrás, vigasztalás vagy bátorításként. És nagyon fontos, hogy itt legyünk Isten tiszteleten, amíg lehetünk így, ha nem online, de bár maradhassunk. Azt is megértjük, aki nem mer eljönni és beülni a közösségbe, világos, de nagyon fontos, hogy együtt ünnepeljük a mi győzelmes Istenünket, aki már itt és most ebben a világban érezhetően velünk van, és elkészített egy eljövendő világot nekünk, egy örökké valót. Hiszem, hogy ma is ő, a mi Urunk Istenünk hozott el bennünket Isten tiszteletre. Bizonyos vagyok benne, hogy mindnyáján hozzuk saját lelkünk minden nehézségét, gondját, kétségét, fájdalmát, hozzuk gyászunkat, és hozzuk reménységeinket és vágyainkat is. Ki tudja hányszor, hányféleképpen megfogalmazott imádságainkkal, fohászainkkal, felsóhajtásainkkal, együtt. És biztos vagyok abban is, hogy Isten igéje ma is szól. És hiszem, hogy oda teszi szívünkre, lelkünkre ezt a két szót. Kegyelem és békesség. Talán sokszor hallottuk ezeket a szavakat, sokszor hallottuk a liturgiában, sokszor olvastuk Pál leveleiben. Pál, amikor írja a leveleit, pontosan úgy írja, ahogy akkor, abban a világban illett egy levelet megírni. És ugyanúgy fogalmazza meg gyakorlatilag a levél elején a köszönést, vagy köszöntést. Csak a köszöntelek téged formát megtölti azzal, hogy kegyelem és békesség. Ahhoz tudnám hasonlítani, amikor a hello helyett őszintén szívből tudunk áldásbékességet mondani egy köszönésképpen. Ne engedjük el a fülünk mellette két szót úgy, hogy százszor hallottam már. Úgy, hogy akár én is el tudom mondani kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, mert annyiszor hallottam, mert annyiszor olvastam, hanem álljak meg egy kicsit,
hogy ja, ennek tartalma van. Biztos vetted már észre magadon, hogy mondtad a mi atyánkot, és nem ott járt az eszed már. Mert megy gépiesen, mert megszoktad. És vissza kellett jöjj gondolatba, hogy bocsánat, hol szakadtam el a gondolatsortól? Ja, akkor onnan mondjam úgy, hogy odafigyelek. Kegyelem és békesség. Ma úgy, hogy hadd tegye Isten a szívemre. Odafigyelek. Mi a kegyelem? Istennek a hozzánk való jósága. Annak minden megnyilvánulása. Hogy szeret bennünket. Hogy nem vet el bennünket. Hogy a lázadásunk miatt nem söpört el bennünket, és nem teszi most sem ezt, hanem mindent elvégzett azért, hogy nekünk bűnbocsánatot és megigazulást adhasson. A kegyelem, hogy elküldte értünk Krisztust. Nem a haragját öntötte ki reánk, hogy elég, hanem elküldte értünk Krisztust. És nem úgy küldte el, hogy eljöjjön és valami generál javítást végezzen az emberen, valami lelki átigazítást és kész, és megy, hanem eljött értünk Krisztus úgy, hogy a kereszten meghalt, iszonyatos kínhalálban, hogy engedte magát, hogy azt higgyék fölötte, hogy majd mi megmutatjuk. Amit Pál a korintusoknak írt, hogy gyöngeségben, ebben a nagy gyöngeségben jelent meg, micsoda erő kellett hozzá. Ez Istennek a kegyelme, az irántunk való jósága, hogy Krisztus megfizetett értünk minden bűnömért, rosszaságomért, szégyenemért, hanyagságomért, hazugságomért, mindenért, hogy Isten engem tisztán állíthasson oda maga elé. És aki elfogadta és elfogadja Krisztusnak ezt az áldozatát, Istennek a kegyelmét, elnyerte a bocsánatot és elnyerte az örök életet. És él már itt, e földi életben, Isten jóságában, kegyelmében, Isten szeretetében és törődésében. Hadd mondjam, milyen jó, hogy nekünk itt Verőcén, helyben van Isten tisztelet, gyülekezet, templom. Annak idején, amikor Nagydorogon voltam, Tolna megyében lelkipásztor, és a gyülekezet történetét néztük át, és gondoltuk végig, olvastuk, úgy és azért épült akkorára az a templom, egy picivel előbb csak, mint ez épült, hogy a környékbeli pusztákról, tanyákról, helyekről, különböző környékek, településekről be tudjanak jönni Isten tiszteletre. Csak úgy végig gondolom, hogy hát maximum lovaskocsival, szekérrel, akár fél órát is zögykölödve télen, a fűtetlen templomba. Milyen jó! Nem kellett induláskor egy forró krumplit a kezünkbe vegyünk, hogy legalább még az ki nem ül melegen tartsa a kezünket. Milyen jó! És milyen jó, hogy Isten még azzal is megajándékozott bennünket, hogy az iskolának, óvodának, és most még az új bölcsödének is fenntartói lehetünk. Milyen jó, hogy Isten valamiért fontosnak tartotta, hogy így legyen. Valamiért azt mondta erre a helyre, és az akkor itt lakókra, és a most itt élőkre, Mirjánk, hogy így legyen. Élünk kegyelme gazdagságában. Élünk jelen való szeretete, törődése, reánk való odafigyelése megélhető valóságában. Igen. Vegyük hát a szívünkbe, ez Isten kegyelme, mert anélkül már nem lenne. A másik a békesség.
ami így néz be a kegyelemnek a testvére, ami a szív mélyén születik, ami nem a külső körülmények függvénye alapvetően, hanem a kegyelem tudomásul vételének gyümölcse, ami megérik, megterem bennem abból, hogy Istennel rendben vagyok, Istennel kapcsolatban vagyok, sőt, Istennel harmóniában vagyok, rendezett viszonyban, összetartozásban, összhangban. Ott a szívem mélyén születik és táplál, és tudom, hogy bármi, ami ezután történik, akaratával van, de mindenképpen tudtával és jóváhagyásával. Bármi, amin át kell mennem, átmegyek, mert ő átvisz. És nem arról van szó, hogy mivel tudom, hogy az aggódás úgysem segít, kikapcsolom a fejemben az aggódás, mert nincs rá gombom. Nem úgy van, hogy akkor valami apatikus belenyugvással úgysem lehet másképp jöjjön, aminek jönni kell, állok, nézek a dolgok elé, mert ez sem működik. Hanem csak az működik, hogy van megnyugvásom abban, hogy a győzelmes, hatalmas, örökkévaló Úr az én Istenem, az én gazdám, aki mindent tud, az eddigi utamat is és a jövendőt is, és akinek arra is gondja volt, hogy örökkévaló helyet is készítsen számomra. Igen, akkor is, ha én ezt tudom, és akkor is, ha ez a drága békesség a szívemben van, akkor is megijedhetek. Fennakadhat a szavam. Kicsordulhat a könnyem, ahogy a héten sokunknak kicsordult. Igen, mert érző ember vagyok. Sőt, az idegrendszerem is adhat hibaüzenetet, álmatlanságot, kimerültséget, bármilyen testi tüneteket, mert így vagyunk összerakva. Egy határa van a terhelhetőségnek. Így van. Ám mégis a békesség az erősebb. Annak erejével átvészelem a legrosszabbat is. Átmegyek a tűzön is. Annak erejével mégis van utam. Mégis van erőm. Mégis van vígaszom. Mégis fölkelek, és lépek, dolgozok, teszek tovább. És tudom, ha még én kellene menjek is, valahogy úgy van, hogy az itt megélt kegyelemből átlépek abba a másik kegyelmi állapotba. És ha azt kérdem, és az itt maradók, ugyanezt tudom. Élnek, míg élhetnek itt a kegyelemben, hogy majd megérkezzenek oda átra, az örökké való kegyelembe. Ez a kegyelem, ez a békesség nem művi, nem megcsinált, nem felvett viselkedés forma, nem emberi, nem tablettás, nem tudom én milyen, hanem ajándék, ami atyánktól és ami urunktól. Elkészített ajándék Istentől számunkra, hogy az életünk így legyen kiteljesedett élet. És bár itt élünk számtalan nyomorúság közepette, és lám a világ nem változik szinte semmit, és benne az ember sem, és mégis én élhetek megvigasztalt, reménykedő, gyümölcsöző életet, és élhetek úgy, hogy tudom, ha innen megyek, megérkezem. Kegyelem és békesség. Két drága ajándék. Ebben a nagyon nehéz időben, amiben vagyunk, vegyük ezt ma fel a szívünkbe. Ha kell, emlegessük akár minden nap imádságaimban kegyelem és békesség. És tudjam, ez nekem is ajándék Istentől, ezért övé legyen érte
örökké a dicsőség. Amen. Egy orgonadarabot hallgassunk ismét a csendességben, mint egy ráfelelés, válasz mindnyájunk lelkében. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy elhoztad közénk a kegyelmet és a békességet. Köszönjük, hogy te vállaltad ezt az iszonyú küldetést értünk. Köszönjük, hogy adtad magad. Hadd adjuk hát hálából mi is oda magunkat. Hadd tegyük oda életünket, oda a te kezedbe. És hadd köszönjük meg, hogy eddig is velünk voltál, kegyelmeddel és békességeddel, és ha sokszor nem is vettük észre, te akkor is ott munkálkodtál bennünk és körülöttünk. Köszönjük, hogy vagyunk, köszönjük, hogy itt vagyunk, hogy a tieid vagyunk. Légy érte áldott. Te látod mindnyájunk szívét, lelkét, látod minden terhünk és nehézségünk, félelmünk, mindent. Eléd tesszük. Könyörülj rajtunk. Hadd nőjön minden félelem, fájdalom, panasz fölé, hogy te kegyelemmel és békességgel jöttél közénk. Urunk és Istenünk, így állunk előtted. És megvalljuk, nagyon fáj, ami történt. Nincsenek szavaink. Oly hirtelen és váratlan. Vigasztalj hát bennünket a gyászban, de különösen a családtagokat. És így kérünk mindenféle gyászunkban, fájdalmunkban, betegségünkben és törékenységünkben, te légy erősségünk. És ne engedj bennünket összetörni, vagy összeroppanni, hanem hadd legyünk készek újra s újra kegyelmedben megkapaszkodni, békességedet elnyerni. Legyél így velünk, kérünk. Csak neked van hatalmad megállítani ezt a vírust, ezt a veszedelmet, ami rajtunk van. Csak te tudsz bölcsességet adni, akár nekünk, akár felelős vezetőinknek. Kérünk, könyörülj! Urunk és Istenünk, áld meg bennünket, áld meg településünket, áld meg mi hazánkat, benne gyülekezeteinket, anyaszent egyházunkat, választott új vezetőinket, te légy velünk, kérünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz, hogy bizalommal kérhetünk. Légy érte áldott, ó Istenünk! Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyei édes atyánk szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindenkor mindannyiunkkal. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem elsőképpen az adakozást, Isten igéje mondja, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Olvashatjuk a II. Korintusi levél 9. fejezetében. Az alkalmainkat hirdetem, az egyházunk vezetése, a zsinati tanács, legutóbbi értesítése szerint minden gyülekezet maga dönti el, hogy mit, meddig és hogyan tart, de bármit tartunk is a legszigorúbb szabályok között, úgyhogy egyenlőre abban maradunk, hogy az Isten tiszteletet és gyermek Isten tiszteletet tartjuk, amíg lehet, ha be nem tiltják, reméljük, hogy nem fogják bezárni a templomokat. A jelen szigorú szabályozás mellett várunk mindenkit vasárnaponként szeretettel. Köszönöm szépen Nagy Csaba testvérünknek, felvételt készít fölkelő YouTube-ra, ott meg lehet nézni az Isten tiszteletet. Aki nem tud jönni, nem mer jönni, teljesen megértjük, ott tudja követni az Isten tiszteletet, az Isten tiszteleti életet folyamatosan hétről hétre. A Biblióra záró alkalmát, amit péntek estére vagy délutánra terveztünk, elhalasztjuk akkorra, amikor majd lehet, akkor várom szeretettel a Biblióórásokat, illetőleg a megkezdett őszi sorozatot eleve majd úgy terveztük, hogy valamikor februártól folytatjuk, majd ahogy lehet, az szerint folytatjuk. Szomorú szívvel kell mondjam, hogy halottaink vannak. Elhunyt Kovács Lászlóné született Pozsonyi Mária testvérünk, Nógrádverőcén született, tehát helyi születésű, és az ő temetése november 13-án pénteken lesz 10 órakor. És ami mindnyájunkat nagyon-nagyon megrendített, Kis Sándor presbiter testvérünk is elhunyt. Az ő temetése Vácon lesz, majd az időpontja még később fog kiderülni. Beteg volt, kórházba került, és 61 esztendősen elment közülünk. Szolgáló, odaszánt életű, aktív testvérünk. Mindnyájunkat nagyon-nagyon megrendített a gyászoló családja, Pükica is tagja a gyülekezetünknek és a szolgáló közösségnek. Hordozzuk imádságban őket, ahogyan tudjuk. Azzal a reménységgel engedjük el, hogy ő is hazatért, még ha ilyen korán is. Az Isten tiszteletre vonatkozóan még egyszer mondom a szigorú szabályokat, betartjuk, nincs készfogás, érintkezés, és nem éneklünk, a kórus próbák is most szünetelni fognak egy darabig, a ifjúsági éneklés is hasonlóképpen. Aztán szeretettel mondom, az iratterjesztésben nagyon sok új könyv van, Szabó Károly testvérünkék hoztak sok-sok új könyvet, jó szívvel javaslom, nézzünk körül, és már nyugodtan merjünk gondolkodni a karácsonyról is, mit ajándékozzunk. Már jelent meg ilyen írás az interneten, hogy az idei karácsony más lesz, ez biztos, hogy más lesz, már most más lesz.
vannak olyan kiadványok, amelyekkel lehet gazdag minőségi ajándékot adni akkor is, ha nem megyünk el bevásárló központba. Kérni is lehet, még van idő rendelni, és ha valamit szeretnénk, jó szívvel biztatok mindenkit, nézzünk körül az iratterjesztés asztalon. Fontos információnk, hogy új bankszámlát nyitottunk. Vácon a K&H bankban nyitott a gyülekezetünk egy vadonatúj bankszámlát. Ennek a számlaszáma fönn van a Facebook oldalon, fönn van a gyülekezet honlapján is, illetve a persei ládákon kis cetlikéken is rajta van ez a számlaszám. Azt szeretnénk kérni, hogy aki a jövőben a gyülekezet számára átutalással szeretne bármit fizetni, azt már erre a számlára tegye. A régi még egy darabig élni fog, nyilván van egy kicsi idő, még a kettőt párhuzamosan tartjuk fönn, de ezt az újat szeretnénk hosszabb távon megtartani. Köszönöm, ha valaki az egyház fenntartó járulékát így utalja, főleg, hogyha valaki akár rendszeres havi átutalással tudja küldeni. Köszönjük, ha valaki, akár ha Isten tisztelete nem tud jönni, és a persely pénzét elküldi, akár átutalással, vagy ha bármilyen adományt szánunk. Mindig csak azt kérjük, hogy aki átutal, az írja a közlemény rovatba oda, hogy fenntartó járulék, persely pénz, vagy adomány Isten dicsőségére, vagy adomány akár a templom fűtésére. Épp ugye kiszámoltuk egy teljes vasárnap, egy 20 ezer forint a fűtés. Most, hogy még nincsen hideg, 5-10 ezer forint között kijön, vagy kijöhet. De gondoljuk ezeket nyugodtan végig, másokkal is nyugodtan beszéljünk ezekről, és köszönettel veszük, ha valaki így tud adakozni abból, amilyen van természetesen, úgyhogy saját maga szükségbe emiatt ne kerüljön. A számlaszám tehát megtalálható, és kérem szépen, hogy lassanként, akik utalnak, álljunk át az új számlaszámra. Mai Isten tiszteletünk befejezéseképpen egyetlen verset éneklünk, 192-es számú dicséretünknek az első verse lesz ez. 192-es dicséret így kezdődik, adj békességet, Úristen! Isten vigyázzon mindannyiunkra, Isten velünk, viszontlátásra.